Baka István emlékszobában vagyunk. Baka István költő tárgyai, könyvtára, bútorai, díjai, lemezgyűjteménye vesz körül bennünket. Baka István 1948-ban született Szekszárdon, az általános iskolái után itt végezte el a Garai Gimnázium orosz szakát, majd Szegeden járt a Szegedi Tudományegyetem magyar-orosz szakára. A szegedi évek meghatározóak, bár ő már 8 éves korában verset írt, gimnazistaként orosz nyelven olvasott irodalmi műveket. Az első verse 1969-ben jelenik meg a Tiszatájban. Ilija Mihály volt a mestere, a Tiszatáj szerkesztője, aki az elsőként közölte Baka István verseit, és élete végéig jó barátságot ápolt mentorával. Baka István az egyetem elvégzése után néhány évet Szekszárdon tanított, majd pedig visszatért Szegedre, az egyetemi városba. Ekkor már a Kincskereső gyermekirodalmi folyóirat szerkesztőjeként dolgozott, tulajdonképpen élete végéig a Kincskereső folyóirat szerkesztője volt, és ez a szerkesztőség, az ő szerkesztőségi szobája Szegeden egy szellemi műhelyé vált. Baka István költészete egy elég komor hangú költészet, úgy mondjuk, hogy a költői képalkotás és a költői szerepjáték megújítója volt. Azt is mondja, hogy akkor vagyok legszemélyesebb, amikor állarcot veszek fel, hiszen jó néhány versében egy-egy alak bőrébe bújik. A szekszárdi érintettség esetében Hári János ciklusát kell megemlítenünk, vagy Liszt Ferenc, Széchenyi, vagy akár Jorik alakja mögé bújva írja meg verseit, a személyes gondolatait. Talán a legérdekesebb állarc Sztyepán Pehotnyi alakja. A Sztyepán Pehotnyi Testamentuma című kötetében alkotja meg ezt a sosem volt leningrádi költőt, akinek tulajdonképpen eljátszik egy költői játékot, hiszen a versei mellé még orosz címet is ír. A szerző nevéből hallhatjuk, hogy a Sztyepán Pehotnyi tulajdonképpen a saját nevének a nagyjából tükörfordítása, a Sztyepán István, a Pehotnyi gyalogos katonát, azaz Bakát jelent. Barátainak még úgy mutatta be ezeket a verseket, mintha versfordításokat írt volna, aztán természetesen felfedte, hogy saját verseket ír ebben a sosem volt leningrádi költőnek a hangulatában. Ezzel a kötetével az évkönyve díját is elnyerte. A költői munkássága mellett nagyon jelentős a műfordítói munkássága, főleg szláv nyelvekből fordít, tulajdonképpen háromszorosára rúg a műfordítás kötete a saját verseinek terjedelméhez, de azt is tudnunk kell, hogy ő nagyon igényes volt, tehát egyrészt volt olyan év, ahol csak 10 verset sorol fel az évi termésként, másrészt csak a tökéletes, a szám általa a tökéletesnek ítélt verseket hagyta megjelenni. Az orosz irodalom mellett a nagyon nagy ihletője az a zeneirodalom, hiszen ő kisgyermek kora óta nagy rajongója a komoly zenének, és az egyik ihletője volt. Ő arról volt híres, hogy mind otthon, mind a szerkesztőségi szobájában mindig szólt a zene, és hát itt a szobában is láthatjuk lemezgyűjteményét, ami 1000-nél is több lemez tartalmaz, és sok versét ihlette meg például Liszt Ferenc vagy Rachmaninov zenéje. A szekszárdiak számára egy kis regénye vagy hosszú novellája is nagyon fontos, ez a Szekszárdi mise, melyben Liszt Ferenc magyarsághoz kötődését, illetve Szekszárdhoz kötődése is szerepet kap, és egyébként pedig egy elég fantasztikus történet kerekedik ki Liszt Ferenc és Séner János szekszárdi karnagy misztikus találkozásából.